A tóparton töltötte a hétfői forró napot ez a testvérpár, az egész nyarat itt töltik majd. Azt mondták, a hőség itt sokkal inkább elviselhető. Elviselhető, mint mondjuk egy nagy városban, mert le tudunk jönni a tóhoz fürdeni. Árnyék és sok folyadék. Leginkább ez az ellenszer az extrém meleg ellen. Hétfőn a délutáni órákra 34 fokig emelkedett a hőmérséklet. A velencei tópartján a legtöbben az árnyékban vészelték át az első nyári hőhullámot. Én mondjuk iszom egy sört, <laughs> meg árnyékban vagyunk, ugye? Hát én, én bírom, megmondom őszintén, én bírom a meleget. Ugyan kedden kicsit felélegezhettünk, a hét második felében ismét fokozódik majd a meleg. A hétvégére, csak úgy, mint hétfőn, akár a 34 fokot is elérheti a nappali csúcshőmérséklet. Mi még el tudjuk viselni, akik kint dolgoznak. Az, azoknak a borzasztó és azzal keresik a pénzt, hogy kinti munkában vannak. Az, az, az a nehezebb eset. A nagy hőség extrém megterhelést jelent a szervezet számára, különösen a krónikus betegségben szenvedők az idősek és a kisgyerekek, valamint a várandósok esetében. A szakemberek a megfelelő folyadékpótlás fontosságára és az erős UV-sugárzásra hívják fel a figyelmet. Aki csak teheti 11 és 3 óra között, ne tartózkodjon a napon, valamint használjon napvédőkészítményt.